19. fejezet, a Szent Sebestyén pihenőház és a rekettyési kúria, valamint lakói. A mezernyei nagy korsóhoz címzett vendéglőben, melyre olyan korsó volt ráfestve, hogy beleférne három akósőr, közönségesen két okos ember szokott esténként sakkozni. Néha csak beszélgetnek, s mindenkinek van egy rögeszméje. Az egyik okos ember, dr. Pázmár Anzelmus azt állítja, hogy törvényileg meg kellene tiltani az 50 éven aluli emberek gyógyítását, maga alatt vágja a fát a doktor, mert ha egészséges szervezetű az 50 év aluli ember, magától is meggyógyul, ha pedig nem jó szervezetű, hadd menjen a maga útján, ne szaporítsa itt a kenyérpusztítókat és a rossz szervezetű utódokat, gyógyítani csak az 50 éven túl itt volna szabad, az öregségi bajok reperálása céljából. Ha ezt a törvényt behoznák, akkor kellene aztán megnézni, vagy 100 év múlva Magyarországot. A másik okos embernek, Holics József kéményseprőmesternek szinte van egy hazamentő eszméje. Mert van az minden magyarnak. Azt mondja ugyanis, hogy egy országot csak a kémények tehetnek nagyjá, de ez aztán biztos. A kormány ostoba, mert az embereket számláltatja meg a statisztikusokkal, holott ahelyett kémény számlálást kellene elrendelnie. A kéményekben van az erő. Anglia nem azért nagy, mert 40 millió lakosa van a három királyságnak, hanem mert van vagy 15 millió kéménye. Minden három lélekre esik egy. Csak azt szeretném tudni a ponciusát, hogy kitisztogatja azt mind. A doktor rossz véleménnyel viseltetett a kürtők iránt, mert amieknek füstjében megy ki az ember keresménye, a kéményeket úgymond csak Dickens szerette, mert a szél regényeket dudált be neki azon keresztül. Ennek ellenében, bár nem olyan tudós ember Holics mester, mint a doktor, mégis kivágja a rezet. Bizonyára vagynak kémények, amelyeken kiszalad a föld, de viszont vagynak kémények, amelyeken beszalad a pénz. Igaz, hogy ilyen kürtői csak az egy Tóth Mihálynak vannak. Azám. A rekettyési uradalom tele volt ilyen karcsú, égnek meredező kéményekkel. Ott állt a gőzmalom a falu végén, a kockagyár roppant kürtője és a fűrészmalomé az erdő alján. Továbbá egy nagy szeszgyár is ott dolgozott még tavaly a kenderáztatók mellett, ami krumplit már a tótocskák nem bírtak megenni, átváltoztatta nekik alkohollá. Volt még azon felül téglagyár a birtokon, és Isten tudja mi minden. Egy szóval, Tóth Mihály nem hiába járta Amerikát, valóságos kis paradicsomot teremtett az elhanyagolt birtokon, hol az idillikus ősgazdálkodás mellett megkísérelt az amerikai rendszert is. Zsidó nélkül gazdálkodni, amit ő így fejezett ki a szomszéd birtokosok előtt, kiknek alakcsövezett rétjeit és füstölgő gyárait megmutogatta. Az urak szidják a zsidót, pedig nem tudnak meglenni nélküle, mert ő veszi meg, amit termelnek, én nem szídom, pedig nincs rá szükségem, mert lehetőleg magam dolgozom fel, amit termelek, ezáltal munkát nyújtok a népnek, és, tette hozzá, magam teszem zsebre a hasznot. Csak abban nem volt igaza, hogy a hasznot ő teszi zsebre. Tóth Mihály birtoka öntötte ugyan a pénzt, de ő nem volt kabzsi és haszonleső. Amerikai részvényei úgyis eleget jövedelmeztek. Amit a birtok hozott, okos bőkezűséggel szórta szét jótékony célokra, többnyire névtelenül, sohasem hivalkodásukáért, nemes ösztönből, azért az élvezetért, hogy ő magát jó embernek és hasznos polgárnak tudja. De a jótékonysága egészen más volt, mint az idevaló magyaroké. Követ választásra nem engedte magát megpumpoltatni, párt célokra se adott egy girislit se, amiért aztán rossz hazafinak tartották. Még kevésbé volt munificens templomok és papi dolgok iránt, amiért kiárt neki a pogánykutya elnevezés, hanem ahelyett kiosztott nyaranként a bontóvári gyerekek közt 300 labdát, télen pedig ugyanennyi pár korcsolyát. Ezért meg már éppen félbolondnak emlegették. Megalapította mezernyén, a tatár fővárosban, a Szent Sebestyén szanatóriumot, melynek ő lett a védnöke, s költségeit jóformán maga viselte. Ezért már nem merték szídni, csak magukban gondolták, ostoba fráter. Voltaképpen csak azért alapította, mert vagyona egy részét valami jó célra szánta, és ez elég jó.
Az Isten iránta való jósága megtermékenyítette az ő szívének jóságát is. Az öröklött vagyon rendszerint gőggel jár, a szerzett vagyon bizonyos alázatossággal, bizonyos bocsánatkérés félével az emberiség iránt, mely elől a tejfölt leszette. Innen van az, hogy a párvenük humánusabbak, mint a született nagyurak. Ezek a külső csillogásra költenek, azok a szerencséjük nyomán keletkező irigység tompítására. Talán ez a szempont vezette Tóth urat is, talán az amerikai nábobok példája. Akármi vezette, elég praktikusan csinálta. Nem doktorokat alkalmazott a kórháznál, hanem öregasszonyokat, akik az ápoláshoz értettek és a főzéshez, doktor csak egy volt, az említett Pázmár Anzelmus. A kórházat nem nevezte el ispotálynak, hanem Szent Sebestyén pihenőháznak, mert az ispotály szó ellenszenves azon a vidéken. Gyalázatnak tartja a paraszt a kórházba való jutást, az akasztófán meghalni vagy kórházban egyforma szégyen. Sőt, az akasztófa még valamivel gavallérosabb, mert a király akasztatja fel az embert roppant ceremóniával, s az is csak valami. De az ispotály borzasztó, inkább pusztuljon az illető a garátban a lésza alatt. Ez elnevezés alatt csak hamar fölvirágzott a kórház, és tele lett betegekkel és szimulánsokkal, mert híre ment a jókosznak, s a nép is belátta a Tóth Mihály áldozatkészségét, számos jellel mutatta ki iránta szeretetét és nagyra becsülését, úgyhogy Tóth Mihály úr, aki csak azt célozta, hogy lázároknak és ügyefogyottaknak vígasztalást nyújtson, önmagának szerezte a legnagyobb vígasztalást és gyönyörűséget. Jobbnak, nemesebbnek, tisztábbnak érezte magát, valahányszor az egyemeletes vörös tégla épület szemébe tűnt. Ez tehát az ő alkotása, úgy tűnt fel neki, mint egy kőből összerakott oltár, melyről imádság száll az Istenhez a kémények füstjében. Ez a füst ugyanis a betegek számára fő tételekből származik. Kevés volt erre a dolgára, s lassanként minden javítási és cselekvési szenvedélye erre a pontra gyűlt. Kertet csinált a betegeknek, artéziumkutat fúratott nekik, hogy jobb ivóvízük legyen, örökké tett-vett járkált a Szent Sebestyén pihenőház érdekében. Majd minden délután áthajtatott mezernére, ha nehéz betegük volt, néha éjszakára is ott maradt. Kivált, ha krízis előtt állott, érdekelte, hová billen a párkák orsója. Egy szobája volt berendezve az emeleten, abban hált, este pedig olyankor a nagy korsónál vacsorált és hallgatta a doktor Pázmár és a Holics József disputáit a kéményekről és a beteg emberekről. Néha ő maga is beleszólt, szelíd, csendes modorában, leginkább az orvos regeszméje ellen, kis párta példájára egy erős, edzett fajnak roppant jövőjét tudta élénk színekkel kifesteni, azon az alapon, hogy hadd hújjon a férgese. Nem doktorhoz méltó beszéd ez, jegyezte meg egyszer Tóth Mihály. Pázmár úr nagyon neki volt már hevülve, nem hagyta magát. A doktor is lehet okos ember a privát óráiban. Igen, de mindenekelőtt neki kell a legjobban áthatva lennie a modern humanizmustól, mely az előre haladott századnak a legnemesebb alapgondolata. Önben a múlt századok szelleme nyilatkozik, mikor az embert, mint birkózási alany tekintették a királyok és oligarchák. Ej, menjenek önök a pokolba ezzel a modern humanizmussal, az is csak svindli. Ejnye, doktor, doktor, hiszen maga alatt vágja a fát, a saját működését törpíti le, és kicsit az enyimet is. Bánom is én. Hát nem lélekemelő az, mikor az év végén kimutatást csinálunk a Szent Sebestyénnél, s azt jelenthetjük, mint például tavaly, hogy 210 beteget bocsátottunk el meggyógyulva. Nem érez ön ekkor egy kis meleget a szíved táján? Vallja meg őszintén. Nem. No, én érzek. Pedig ha valaki úgy éppen ön nem érezhet, hogy én, dadogta Tóth úr részben csodálkozva, részben elképedve, részben sértődve. Ön, Tóth úr, rikácsolta a doktor, és az egész pohár puncsot fölhajtotta egyszerre. Hogy érti ön azt? Kérdé Tóth Mihály tompán. Nos, én goromba ember vagyok, és ha már annyira jutottunk, hát megmondom ennek az igazat. Ahogy én önt ismerem, Tóth úr, le fog a szeméről esni a hályog, s egész világításban meg fogja ismerni a saját úgynevezett modern humanizmusát, amelyre most olyan sokat tart. Vajon? Szólt Tóth Mihály, és kétkedve rázta a fejét.
A dolog valóban úgy áll, hogy körülbelül 200 beteget gyógyítunk ki évente a sebestyémben, de miután én egyszer mind a gyári orvosa is vagyok Tóth úrnak, én ennél fogva arról is vezetek magánstatisztikát, hogy az öngyáraiban hány ember betegszik meg és nyomorodik el évenként, a SZESZ gyárban előállított alkohol pusztításait nem is számítva, körülbelül 300 lélekre rúg, az idén pláne több volt. No már most. Ugyan, vágott közbe Holics uram, szürke, gömbölyű fejét rosszallóan csóválva. Na már most, folytatta a doktor feltartóztathatatlanul. Ha Tóth úr beszüntetné egy napon gyáraiban az üzemet, s bezárná a Szent Sebestyént, hát maradna évenként 50 ember haszon. Ilyen az a modern humanizmusa a kémények urainak, ha-ha-ha. Tóth Mihály elvörösödött, mint a rák, kihörpintette szó nélkül a viskijét, s azzal hazament lefeküdni a szanatóriumi szobájába. Mikor reggel felkelt, már akkor az orvos az inspekciót végezte a betegek közt. Majd, ha készen lesz, doktor rendelkezésemre bocsátja azokat az adatokat. Miféle adatokat? Csodálkozott Pázmár, amelyekről tegnap este szólott. Tegnap este? Miről is beszéltünk tegnap este? Igen, emlékszem már. Nevetett, mint aki valami jó tréfára emlékszik vissza. Tényleg összeállítottam ezeket az adatokat. Kihozta a szobájából, és átadta neki. A statisztika azért jó tudomány, jegyezte meg, mert mindent be lehet vele bizonyítani. Tóth Mihály azzal kezet fogott vele, és hazament rekedtésre. Nem is jött el csak harmadnapra, amikor visszaadta a jegyzeteket Pázmár úrnak. Önnek igaza volt, mondta egyszerűen, a mai naptól kezdve bezártam a gyáraimat. Csak talán nem, hüledezett a doktor. De igen, ön meggyőzött engem, hogy az e fajta humanizmus öncsalás, istencsalás és népcsalás, egy szájból hideget és meleget fújni és bezsebelni az emberek tiszteletét nemtelen dolog. Vagy a gyárakat kell becsukni, vagy a szanatóriumot, számot vetettem magammal, elég gazdag vagyok hozzá, én a gyárakat szüntetem meg. És az én gyári praxisom és fizetésem, az is megszűnt a mai nappal, vagyis a fizetés jár még egy évig hálából, azért, hogy fölvilágosított. Pázmár doktor ránézett, nem tréfál-e, s mennyire földre esküdözött, hogy ő csak tréfált tegnap előtt. De bizony Tóth Mihály egészen komolyra vette a dolgot, és attól a naptól kezdve rekedtyési uradalomban megszűntek püstölögni azok a szép, magas, karcsú kémények, a Holics József uram kedvencei. Ilyen ember volt Tóth Mihály. Hirtelen elhatározású, és amint egyszer eltökélt, amellett kitartó, sőt, hajthatatlan. A gyári üzem megszűnése sok szóbeszédre adott alkalmat annak idején, de kevés következménnyel járt, ha csak azt nem vesszük, hogy a nagy korsó két szenvedélyes vitatkozója végre abba hagyta az évekig tartó szóharcot, a doktor óvatos volt a betegek hiába való gyógyításáról elmélkedni, a kéményseprőmesternek pedig fájt a szíve a kürtőkért, amelyeket ő söpörtetett azelőtt, s a be nem hegett sebet nem akarta többé érinteni. Azon felül egy pontban mind a ketten megegyeztek, hogy Tóth Mihálynak az egyik kereke hiányzik. A távolálló körök természetesen nem hitték el Pázmár előadását, hanem arra vezették vissza a gyárak megszüntetését, hogy nem jövedelmeztek eleget. Van ám Tóth Mihálynak magához való esze? De akadtak olyanok is, akik azt sugdosták, Tóth Mihály uramnak elfogyott immár az apró pénze. Ezt az utóbbi híresztelést azonban nem sokára tudtán és akaratán kívül is alaposan megcáfolta, midőn a múlt év végén a bontóvári takarékpénztár válságos helyzetbe jutott, és még Pesten is járt küldöttei sem bírtak a pénzpiac rendkívül nyomott helyzete miatt gyors segítséget hozni. Jó szerencse, a vonaton összetalálkoztak Tóth Mihállyal, és elpanaszolván neki a bajukat, megjegy az amerikánus szerényen. Ami pénzem van most a ház körül, beviszem hónap az uraknak. Be is állított másnap, és leolvasod nekik a pulpitusra egy 250 000 forintot. Most már egészen a terményekre vetette magát, de ebben is mesés sikereket ért el, mert nem a sablonos gazdálkodást folytatta, nem azt nézte, hogy ő mit szeret, hanem hogy mit szeret a föld. Egy 500 oldas táblát beültetett hagymával, több mint 100 000 forint tiszta jövedelmet hozott neki. Egy másik nagy táblában rengeteg mákja termet, egy harmadikban lencséje.
A pompás talaj, mely már megunta az ölökös búzát, szinte neki szilajodott mámoros jókedvében, hogy valami újat mutathat. A szomszéd birtokosok nem győzték bámulni szerencséjét és dicsérni csodálatos szakértelmét, de ő mindig kitért a dicséretek elől. Nem tudok én semmit, én éppen abban van az erőm, hogy ezt tudom magamról, és olyanokra bízom a dolgaimat, akik tudnak hozzá. A Minneapolis-i egyetemen van egy komám, aki a marilányomat tartotta keresztvízre, nagy vegyész, annak zacskókban beküldöm különböző dűlőkből a talajt, ő vegyelemzi és megírja, melyik milyen növénybe szerelmes. Én aztán csak az áldást adom rá, ez az egyik titkom. A másik az, hogy jól fizetem az embereimet, a béresek, juhászok bére fokozatosan emelkedik, s nyugdíj van kikötve öreg napjaikra. Ezzel érem el, hogy jól viselik magukat és együtt éreznek velem. A gazdatisztjeimmel pertú vagyok, és ha valamit mondani akarok nekik, én keresem fel őket, amiért aztán jól érzik magukat nálam, és fizetésem felül bizonyos hányadban osztoznak velem a jövedelemből. Egy szóval szépen megélnek a birtokon valamennyien, sőt azon felül nekem és vendégeimnek is jut. Mégpedig elég vendég fordult meg a háznál, kivált mióta Mari eladósorba került. Kedves barátságos háztartást vittek, melynek azonban voltak holmi különösségei, melyeket balul ítéltek meg némelyek, s csúfolták érte háta mögött a kifli királyt. Már mindjárt furcsa, hogy a kastélyban, mely egykor a Várkonyi báróké volt, a gazdatisztek laktak. A tulajdonos az ambitusos tisztartó házat foglalta el. Még ez is túlságosan bő és fényes nekem, mentegetőzött Tóth úr. Mit keresnék én abban az Ordon kastélyban, azokban a nagy termekben, megfagynék én ott? Bent a szobákban is különc összevisszaságban fonódott egybe a legridegebb igénytelenség a legnagyobb pompával. Az előszobában néhány kemény faszekrény van, egy ruhafogas rajta a Mari kékrókás bundája lóg, vorttól való elsőrangú darab, az öreg úr birkabőrrel bélelt fakó kabátjai közt. A falon egy velencei tükör látható, mellette az aratók szarmakoszorúja, a tükör alatt egérfogó masina és egy kosár, amelyben az anyamacska ül világtalan kölykein. Kedves parányi fejüket kikidugják, aztán megint összebújnak az anyjuk meleg teste alá. Ám bár hiszen ebből a szempontból elég tisztességesen ellátva jöttek a világra, prémes bundában mindenik. A nagy nappali szoba is a fent írt képet mutatja. Minden előkelő és értékes, ami Mari kisasszonyra vonatkozik, vagy az ő tulajdonát képezi. A többi pedig polgárias. Egy korhat sublót szekrény, néhány olcsó csíkos kanavásszal behúzott szék, és ugyanolyan kelmélyű hepehúpásra besüllyedt kihúzós dívány, egy hibátlan tigris bőr a padlón, s halvány zsenilia szőnyeg rózsákkal, a kánai mennyegző egy rossz színű nyomata a falon, húsvéti barkával a ráma mögött, átelemben Mari kisasszony pompás arcképe kisleányka korából, Lömbastól, egy 2000 forintos mahagóni zongora, egy puha fa pohárszék festetlen, a faragó béres készítménye, egy 14. Lajos korabeli bronz díszítésű rózsafa asztal, amelynek felső lapján művészien van berakva a Fontainebleau-i kastély. A szoba másik sarkában is van egy asztal, de ez már nem műremek, egyszerű x-lábú alkotás, melyen a Mari kedvenc virágai telelnek drága majolika cserepekben. És így megy ez végig. A Tótné szobájában akár válik diszére, akár nem, a zöld ripsz garnitúrának egy szuszék áll az ajtónál, tele ocsúval, hogy amikor a nemzetes asszony kifelé megy, belemarkolhasson, mivel hogy künn csipog vagy ül köréje, ha meglátja a sok lesipuskás, pogyakedvelő baromfi, s azt nagyon szereti a nemzetes asszony. Érdekes volna Mari kisasszony szobájába is benézni, milyen kedves, tiszta, csillogó, csupa hab, csupa csipke, mint egy király kisasszony fészke, de oda nem illik belépni akármikor, sőt, a legjellemzetesebb a gazdaszobája lenne, de ilyenkor, ha az Eszterga berreg, nem szabad őt háborgatni. Most templom a szoba, s lakója az Istennek áldozik, vagyis első szerelmének, zöld posztókötényben felgyűrt ingújakkal tajtékpipákat csinál a cselédeinek és a tiszteknek. Azaz van, akinek minden szabad. Mari kisasszony rántja fel az ajtót, ilyet képpel szelesen. Apa, apa, lihegi, vendég érkezett. Hát aztán, mondja az öreg nagy flegmával. Hamar, hamar, vesd le a kötényt az ablakon át látta, mindjárt itt lesz. És ezzel maga rohant, hogy a kötényt megoldja. De legyen már eszed, mit rángasz? Miért félsz úgy a köténytől, és nem loptam én azt?
Mari a lábával toppantott. De ő van itt, hebegte zavartan. Az izé, talán bizony az esztergomi herceg érsek, mondta az öreg tót némi csodálkozással. De már akkor kopogás hallatszott az ajtón, és az új szolgabíró Noszti lépett be. Isten hozta, szaladt elébe az öreg úr, ismergetve kilégyen. Az én múltkori gibicem, kiáltál vidáman, és megrázta jöttnek mind a két kezét. Mint a járás új tisztviselője, kötelességemnek tartottam tiszteletemet tenni. Örülök a szerencsének. De menjünk talán a szalomba, mert itt nagy rendetlenség van. Pipákat metszek a cselédeimnek, értek hozzá egy kicsit. Pipacsináló voltam valamikor. Hely, milyen szép idők voltak azok. Noszti tapintatosan jegyzi meg, hogy csak az az igazi úr, aki a kezével is meg tudja a kenyerét keresni, nem csak az eszével, mert annak két doméniuma van. A szalomban csak hamar megjelent Tótné is. Valóságos örömlármával fogadta a váratlan vendéget. Bocsánatot kért, hogy előbb nem jött, de nem vette észre a kocsi érkezését. Ebben a latyakos sárban nem zörögnek a kerekek, csak huruttyolnak, ám bár előre érezte, hogy ma kedves vendég lesz. Mert valóságos kalendárium az én testem és Szibilla könyv folytatás szokott modorában, mindig a jelentéktelen részletekbe csúszva az alapgondolatról. Ha lábamban van hasogatás, akkor eső lesz, ha halántékom még szél lesz, ha a bal szemem viszket, kedves vendég jön, ha az orrom viszket, valami eltörik a háznál. Ha a jobb fülem zúg, rossz hírt hallok, vagy ha talán a bal fülem, nem tudom bizonyosan, te talán tudod, Mihály. A bal füled lesz, Krisztina, mert csak a balra hallasz, nevetett Tóth úr. Ennyi, Mihály, Mihály, botránkozott meg Tótné. Mi szükség a feleségedre rápirítani? Miért nem doboltatod ki a bontóvári piacon hajdúval, hogy siket vagyok? Tudhatnád, hogy minden asszony, és egyik se szereti, ha a hibáit kikürtölik. Nem akarom szívem, hogy elszeressenek tőlem, tréfálózott Tóth úr. Erre aztán Krisztina asszony is elmosolyodott, és rászólt a hallgatag Marira, ki olyan zavartnak, ügyetlennek, bátortalannak érezte magát a pillanatban, mint még sohasem. Ugorj, lányom, hozzál az asztalra egy kis szilvóriumot és pogácsát. Miközben még mindig dörzsölte a viszkető bal szemét. Noszti úr szabadkozott, hogy az ő kedvéért ugyan ne fáradjon a kisasszony, mert ő a világért se kér semmit, és hogy megakadályozza, mert Mari már megindult, utána szaladt a szomszédszobába, s ott hirtelen átadott neki néhány összehajtott régi újságot, amit ígértem, kisasszony, tudja a somjói tündérről. Emlékszem. Felelte félénken, és a fekete kabátkája alá csúsztatta a fakó újságot. Én most már jöjjön vissza, mert azzal az ürüggyel szaladtam maga után, megakadályozom a pogácsa hozatalt. Noszti ezek után csak hamar felkelt és búcsúzott. Sopánkodtak, amint ez már minden magyar házban szokás, hogy miért nem maradott ebédre, játszották a sértettet, fenyegetőztek, hogy soha se bocsátják meg, csábították, hogy őszgerinc lesz és balatoni fogas, délután tarokparti, mert a kasznár egyik a legjobb tarokkistáknak Magyarországon és a kapcsolt részekben. Noszti azonban kibeszélte magát, hogy most csak rövid tiszteletes vizitre jöhetett, mert ebédre Voglányba hivatalos, ott találkozik a húgával, a főispánnéval, akit még nem látott, mióta itt van. Sok húzavona után utoljára abban egyeztek meg, hogy a jövő héten eljön egy egész napra, s hogy azután is mindig ide száll, ha a hivatalos dolga erre hajtja. Búcsúzáskor ünnepélyesen kezet kellett adnia mindezekre. Annyit leszek én itt, hogy még rám is unnak asszonynéné még, ígérgette. De már azt csak nem tesszük, tiltakozott Tótné, kit egészen elbájolt a bizalmas asszonynéném megszólítás, mintha hájjal kenegetnék. Künn az ambitusan az úgynevezett kisebbik búcsúzkodás következett, amikor a szíves háziak még egyszer összefoglalják az összes jó kívánságokat és a viszontlátogatási biztosítékokat, természetesen diderekve, mert ők csak szobai ruhában jöttek ki, míg a vendég már jó helyen van a bundájában, de mindegyennek meg kell lenni, hisz azért falu és azért fekszik Magyarországon. Marinak természetesen eszébe jut eközben. Elnyalásra meg sem mutatta magának, hogy mi van. Hát ugyan mi-e? Jöjjön, na nézze meg. És ezzel visszahinti az előszobába, ahol megmutatja kismacskákat az anyjukkal. Ugyan, Mari, de gyerekes vagy, csóválja a fejét Tótné, pedig már nagy lány volnál. A vén macska gyanakodva ellenségesen néz vissza a kíváncsiakra, szemei pirosban fénylenek, mint a rubint, és berzenkedő bajusza szinte szikrákat hány. A kicsinek pedig bóbiskolni látszanak mindnyájon, csak éppen az egyik nyitogatja már a szemecskéjét, mintha egy kis serét volna ott benne a nyílásban.
Hát látott már valaha ilyen gyönyörűséget? Nosti elmosolyodik, mint mikor valaki nem tudja, mit feleljen egy bohókás kis gyermeknek. Nem, soha, mondá, és egész lelkével belemerült a Mari arcának nézésébe. Mintha a tűz perzselné, úgy égett, olvadt, vörösödött a tekintet alatt. De ennek is vége lett, sőt a harmadik búcsúzásnak is a kocsi mellett, ahová már csak Tóth Mihály kísérte vendégét, még egyszer kezet fogni vele, mikor felszáll. A viszontlátásig, Miska bátyám. Ezzel aztán elgurult a szolgabíró kocsija, az ugató komondorok, melyek rárohantak, összeszídattak, ottben pedig a szokásos észrevételek cseréltettek ki. Tóth Mihály azt mondta, szép fiatal ember, meg kell adni. Tóthné hozzá toldotta, és milyen kedves előkelő. Mari nem nyilatkozott. Tóth Mihálynak feltűnt, és megkérdezte. Neked hogy tetszik, kislányom? Elbigyeztette ajkát, húzogatta egy kis szemölgyeit a vállait, aztán azt felelte. Nekem? Én bizony meg se néztem. Vidáman, szelesen valami dalt dúdolva szaladt ki a szobából, bezárkózott a magáéba, kulcsra csukta be, aztán maga elé terítette ki a lapokat, és miután ráakadt, éldelegve olvasta el a következő kis hirdetést. Somlyóhegyen a pápai iparosok idei szüretén azt a fiatal leányt, aki cseresznyeszín ruhában, sárga rózsával a hajában jelent meg, s magát Klárának nevezte, arra kéri táncos, akire felejthetetlen benyomást tett, hogy adjon magáról életjelt e lapok kiadóhivatalába, öröksebb jelége alatt. Lankadtan bocsátotta le a lapot ölébe, és merengett, álmodozott, bekalandozta lelkével azt a hátteret, mely ennek az úgynevezett apró hirdetésnek mögötte elterül. Milyen szépnek gondolta ő azt, pedig milyen rút volt, milyen közönséges volt, mi már láttuk. Szeret, szeret, suttogta, aztán fölugrott, végig keringőzött a szobán, majd megállt a tükör előtt, nézegette magát, és egy-két szertartásos piruettet vágott ki tükörbeli énje felé. Egész nap víg volt, mint a csicsergő madár, de ez se tűnt fel, mert a palojtai névféle születésnap óta nem olyan vánnyat, búskomor többé, mint azelőtt. Nem csak a régi kedve jött meg, hanem az arca is kezdte fölvenni a hajdani alma virág színét. Az udvarlók iránt se volt ő érdes többé, nem bújt el előlük, nem szeszélyeskedett, ha jöttek, nyájasan beszélgetett, tréfálkozott vagy kártyázott velük, pedig ugyancsak jöttek. Néha tele volt az udvar kocsival, az istálló pedig idegen lovakkal. Az a baj, hogy a kocsisok is ott voltak, akik sok minden tarkaságot elmondtak az uraikról a Tóthék cselédei előtt, kikből aztán Tóthnék kiszedte a hasznos tudnivalókat, melyek nagyban halványították azt a jóleső pompát és fényt, amelyet a szép kocsik, cifraszerszámok és lovak mutattak a szemnek. Kisült, hogy a Vitnyédi Pali négy szürkéje le van foglalva, s ha meg nem kapja Mari kisasszonyt húsvétig, mindene dobra kerül. No, hát nem kapja meg, dohogott Krisztina asszony. A gyengő Józsi is csak olyan könnyű gavallér, két orosz trapperje is bizony csak arra való, hogy sebesebben elérje rajtuk a budapesti közlöny valamelyik hátulsó kolumnáját. A legnagyobb flancot Palásti György fejtette ki, mert az minden alkalommal más-más lovakon jött, folytonosan csereberélvén őket. Csinos, elkényeztetett úrfi volt, szertelen gőgében azt szokta mondogatni, csak egy Isten és egy Palásti van, csak hogy az Isten három személyre oszlik. Szóval az Isten föl van már Krisztus születése óta darabolva, de Palásti egyben van. Erősen számot tartott a Mari kezére, és úgy tekintette, hogy egy szavától függ, hanem ezzel a döntőszóval még gazdálkodott, egyelőre a flörtnél maradt, csak ez a szép, ezt kell nyújtani, a többi egyszerű forma. Valóban a származás volt itt piacra állítva a jámbor Tóthék elé, hogy mint portéka óriási áron keljen el, és Tóthné tényleg a származás felé hajlott titkos terveivel, Palásti és Krakner közt habozva, mert Palásti ugyan csinosabb fiú, de Krakner báró. Igaz viszont, hogy Krakner csak német báró, holott Palásti előkelő magyar família. Tóth úr semmi nézetet nem nyilvánított, de ha szabad némi jelekről következtetni, legszívesebben beszélgetett vendégei közül Sipos törvényszéki elnökkel, pedig az csak fiákkeren járt ki Bontóváról, és már nem is volt elég fiatal. Azon felül azt mondják, nem nemes ember, holmi polgári síposokból való. A szép tevők néha
elefántokat is hoztak magukkal, ezek nélkül nem megy az ilyenfajta falusi udvarlás. A széptevőkből nem egy esetben udvarlók támadtak, s így szaporodott a Mari udvara. Új alakokkal, új benyomások keletkeztek, s Tótné aszerint módosította terveit, reményeit a folytonosan változó szituációban, nagyobb szórakozást és mulatságot találva, mint leánya. A Palásti György előkelő származása elhomályosult a köpcös Vente László egyik elejtett büszke szavával. Vente, akit lófő székelynek mondanak, de inkább hasonlít feje a békáéhoz, csak elefánt volt eddig, vagy legalább úgy tekintették. Gyengő hozta el magával néha napján, hanem egyszer két nappal azután, hogy a szolgabíró ott járt, nagyban feléje fordult a Tótné érdeklődése és figyelme. Orron verősdit játszott Marival. Vente úr bukti lett, Mari pajkos volt, mint egy kis ördög, nem lehetett vele bírni, olyan komolyan is lendülettel ütögette nagy uborka orrát a kártyákkal, hogy a vér eredt meg belőle. Az Istenért hamar egy lavort és vizet, kifolyt abból vagy másfél messzei vér, úgyhogy mindnyájan megvoltak már riedve, és ő maga is megrettent, hogy azt mondja, ez igen veszedelmes dolog a Ventéknél. Hogy miért, kíváncsiskodott Tótné, ki szenvedélyes gyűjtője a különös családi vonásoknak. Mert családi betegség, mégpedig halálos betegség, felelte Vente. Már Attila egyik nevezetesebb ősapám is orvérzésben halt meg, éppen a lakodalma éjszakáján. Olyan hangon mondta, mintha még nevezetesebb Venték is lettek volna. Azóta meg éppen sok Vente pusztult el így, kivált a megyei restaurációkon. Az orvérzés elállott, és a Vente Laci értéke nagyban megnőtt, mert már mindjárt a vacsoránál feljebb ültette Tótné vagy négy terítékkel, mint azelőtt.